91 éves Sárai Bertalan a Ludovika Akadémia elvégzése után tisztként került a hegyi vadászokhoz. Velük harcolt a világháború végéig. Sárai Bertalan már 6 éves korától katona szeretett volna lenni. Úgy tartja, a génjeivel örökölte ezt, hiszen édesapja hivatásos katonatiszt volt. A gyerekkorának egy részét Kőszegen töltötte, ahol édesapja szolgált. Így nem volt kétséges, hogy az elemi elvégzése után a magyar királyi Hunyadi Mátyás főreáliskolába folytatja tanulmányait. 1938-ban érettségizett. Rögtön ezután a Ludovika Akadémiára került, ahol előbb gyalogos tisztnek tanult, majd a hegyi vadászokhoz igazolt át. Választása nem volt véletlen, hiszen mindig szerette a sportot. Korai ifjúságomtól kezdve síztem, és már a kőszegi létem alatt is több síversenyt nyertem helybe, és annak idején az úgy volt megszervezve, hogy az úgynevezett Czöger olimpiák cím alatt kimentünk 3 hétre Ausztriába, Pécs, Sopron, Kőszeg intézetek, és egymással kvázi téli olimpiást nyertünk, és én a lesikló versenybe szerepeltem. 1941. augusztus 20-án avatták tiszté Sárai Bertalant a Ludovika Akadémián. Ezután Rahóra került a 3. hegyi vadász zászlóaljhoz. Itt nem egészen egy fél évet töltött. 1942. májusában ugyanis átvezényelték pápára az ejtőernyősökhöz. Ezzel régi álma vált valóra, hiszen fiatalkora óta repülés szerelmese volt. Pápán a mai értelembe vett kommandós harcra készítették fel. Az ejtőernyő és a repülőgép nekünk csak szállító eszközünk volt. Az igazi feladatunk az a földreereszkedés után kezdődött, hiszen ez volt az ejtőernyősöknek a tulajdonképpeni feladata, hogy meglepő helyen, lehetőleg a fonalak, tehát az ellenség hátába leereszkedni és a meghatározott feladatot végrehajtani, lehetőleg egy olyan helyen, ahol egyébként előre meg támadni akartak. Tehát megbontani előről, hátulról a frontot. 1944. január 1-én Sárai Bertalant főhadnaggyá léptették elő. Ugyanekkor visszavezényelték a közben mozgósított hegyi vadász zászlóaljához. Az 1000 éves határra a tatárhágóhoz küldték egységével. Felderítő parancsnok lett. 30 emberével és egy nagy teljesítményű rádióval 20-25 kilométerre járt zászlója előtt, és rejtelezve jelentette mindazt, amit észlelt. Közbelső falukba körülnéztünk, kikérdeztük a lakosságot. A lakosság miután rájött arra, hogy mi nem németek vagyunk, rögtön nagyon barátságos volt, úgyhogy sok mindent tőlük hallottam, hogy mi van a környéken, benne a hegyekbe, partizánok, stb. És ezt a nagy teljesítményű rádióavó adóvevő készülékünkkel desifrírozva jelentettük hátra. Mentünk tovább felderíteni mindaddig, míg parancsot nem kaptam arra, hogy álljak le. A felderítő munka nem volt veszélytelen. Jó párszor előfordult, hogy a szovjet egységekkel kemény csatákat kellett vívniuk, hogy feladatukat végrehajthassák. Váratlanul beletámadtunk a Stopcsatovnál az oroszok hátába. És ott én voltam az a századparancsnok, aki leereszkedtünk a dombokról, és végig fésültük a falut. Ez az ellenség hátába egy utánpótlási részleg volt. Hát az utánpótlási részleg az egy nagyon fontos része volt az előharcoló csapatoknak. Az volt a feladat, hogy ezt kikapcsoljuk. Többek között például 5 kilós amerikai konzerveket zsákmányoltunk, géppisztolyokat, modernebb, nem a dobtáras, volt nekik már akkor egy modernebb géppisztolyuk, olyanokat zsákmányoltunk. A hegyi vadász alakulatok a korabeli magyar hadsereg elit egységei voltak. Legénységét gondosan válogatták ki. Sárai Bertalan egységénél sem volt ez másképp. Hegyvidéki fiúkból dotálódott a legénység, hozzá voltak sokva a hegyekhez, jó testi felépítésű, hegyekkel korábban is már barátságban lévő emberek voltak, akik a rájuk bízott feladatot és a parancsot 100%-ig
teljes erőbedobással végrehajtották. Hiába voltak jóképzett, engedelmes katonák a hegyi vadászok, náluk is nagyok voltak a veszteségek. Sárai Bertalan egységének 20%-a kicserélődött, mire 1944. szeptemberére elhagyták a Kárpátok vonalát. Ezután folyamatos visszavonulásban voltak. Én utoljára magyar területen Rába-Sebestyén harcoltam. A Rábán való átkelésüket igyekeztük megakadályozni. Az orosz és román, ott már voltak román csapatok is, és hát ameddig bírtuk, próbáltuk tartani a Rába vonalat, de mivel a tőlünk délre, Sárvárnál már áttörtek, és majdnem a hátunkba voltak, hát akkor vonultunk vissza. Ausztriában már csak egy céljuk volt Sárai Bertalan katonáinak, mindenáron angol fogságba esni. 1945. május 1-én sikerült is ez nekik. Ennek köszönhetően már 1945 végén hazatérhettek. A kommunisták által uralt Magyarországon egy Ludovikát végzett tisztnek nem lehettek nagy reményei. Bélistázás, kitelepítés, majd internálás. Ez a sors várt Sárai Bertalanra is. 1951-ben még rangjától is megfosztották, amit csak a rendszerváltozás után kapott vissza.
közösségek, házfoglalás közösségek, tisztek. Egy levélből vett pár sorral kezdem, a szerzője Gál Gábor. Megrendült el tudatom veletek hosszú méltósággal viselt betegsége után, a hétvégén elhunyt, csatlakozott az égi Bertalan századhoz, Sárai Bertalan rehabilitált ezredes, Csökünk Berci bátyja. Ezredes úr, Berci bátyám, nyugodj békében! Feletted már örökké kék az ég. Megrendítő levél volt ez, megrendítő volt a szerettei való beszélgetés, mert Sárai Bertalan úgy élt itt közöttünk 95 esztendőt, hogy megismertünk benne egy becsületes, kemény, egyenes, igazi katona embert, aki titkokat ismert és hordozott, aki életekért volt felelős túl a sajátjain, aki ismerte a törvényt és ismerte az törvény alkotóját, az Istenet. Beszédem kezdetén hadd mondjam el nektek, hogy a temetésnek szigorú törvényei vannak. Az első, hogy végtisztesség adás legyen. Ez azt jelenti, hogy ünnepet kell szentelni. Ez a rendje a temetésnek. De mi az ünnep? Behozom a múltat a jelenbe, és éltetem. Fontos dolog, hogy amikor behozom a múltat a gondolattal, amikor ráemlékezem, figyeljétek meg, hogy a gondolat az Istennek különös ajándéka, amelyikben megjelenik kép, arc, hang, esemény és élet, és ebben lezárhatatlan egy élet. Így történik, hogy ha róla beszélünk, akkor el kell mondanunk, hogy titkokat ismerő ember volt. Ismerte az élet nagy titkát. Tudjátok, mindenki tudja, hogy az élet életből él. Ahogy a növény felszívja a föld súlyt és saját életévé teszi, az állat lelegeli a füvet és a saját életévé teszi, az ember mind a kettőt használja, de többet tud ennél. Egy anyai szív alatt, amikor egy élet először mozdul, akkor tudja az édesanya az élet nagy törvényét, hogy az élet életből él.
és ez magával hozza az áldozat törvényét. Ami azt jelenti, hogy vagyok neked, vagyok érted, a tiéd vagyok. Aki nem tölti be az élet törvényét, az áthatatlan és átkozott életet él. Milyen különleges élet volt Sárai Bertalan, az édesapa, a nagypapa, a dédapa, a katonáknak pedig ez a különös tanító, ez a különös parancsnok, aki tudta az élet törvényét, hogy az élet életből él, hogy nektek és értetek vagyok. Sárai Bertalanné Sárika a szív embere volt, ahogy kedves leánya megfogalmazta a lelkész hivatalba, szíve kincseivel nevelte, tanította, szerette az övéit, mutatott példát és végezte feladatait. Gyászoló család, gyászoló gyülekezet, Isten igéje nem ad kétséget afelől sem, hogy az emberi szív jó kincseivel nem születünk együtt, senki. Azoknak valamiképpen be kell jutniuk a szív raktárunkba, hogy majd legyen mit előhozni, ahogy Jézus mondja. Ezeket a kincseket, ezeket az ajándékokat, jó gyümölcsöket nem szerezzük, hanem kapjuk. Hey!
Szervusz. Szervusz. Majd megyek, érte, jó, köszönöm. Bertalanot és Páliát utolsó földi útjára. Az élőisten végasztaló szavát hallgassuk meg, nyitott sírjuk mellett. Tudván az élet törvényét, hogy az élet életből él, tudván a szeretet törvényét, hogy élhetsz belőlem, és a két ismeretben nem lesz az áldozat törvénye betöltése nehéz, mert azt úgy hívják, hogy a szeretet. Ezt tanították, ezt tanultuk, és ezt adtuk tovább.